A kölcsönös garancia az árvút, amikor egész Izrael egymás garantorává válik, mert nem lehet megkapni a Tórát, mielőtt nem akarja Izrael teljessége, hogy betartsa az összes parancsolatot, és a legfontosabb parancsolatot, hogy szeresse fele barátját, mint önmagát. Azaz minden barátnak Izraelből fel kell vállalnia a felelősségvállalást, és hogy a nemzet minden tagjának fel kell kínálniuk a szükségletüknek megfelelő ellátást, csak miután Izrael összes embere egyetért, hogy mi megtesszük és meghalljuk, és akkor minden barát Izraelből semmiben nem szabad, hogy hiányt szenvedjen a nemzeten belül, és akkor ők készen állnak majd arra, hogy megkapják a Tórát. És akkor minden barát abbahagyja az aggódást önmaga irányába, és csak egy dologra koncentrál, hogy betartsa a felebaráti szeretetre vonatkozó parancsot, mivel ha 600 ezer ember gondoskodik, hűséges követő veszi körül és gondoskodik róla, és törődik vele, akkor nincs min aggódnia. Hello, barátaim! Köszönök mindent, hogy eljöhettem erre a csodálatos kongresszusra. Amikor hallok benneteket, a szívem hevesen kezd el verni, óriási inspirációt kapok, és alig bírom folytatni a kongresszust. És most egy ott a Guadalajara barátaink közül akarok valakit bemutatni, akik óriási barátunk, és én emlékszem, amikor először találkoztam vele, és ugye egy két barát csatlakozott a csoporthoz, amivel rendkívüli módon megerősödött a csoport, és én szeretném Hernandez, nem tudom kicsodát, aki a kölcsönös garanciáról akar a csoporton belül beszélni pár szót. Hello, kedves barátaim! Jó estét, az én nevem Marcos. Egy éve tanulok kabalát Guadalajarában. A tapasztalatom az nagyon egyéni, egyedi, mivel attól a pillanatok kezdve, amikor elkezdtem tanulni, elvesztettem a víziómat, hallgattam a leckét, a mások szeretetére vonatkozó részeket, az, hogy hogy kell megosztani magunkat, de ez rendkívül nehéz volt nekem, mivel az én előrehaladásom, bocsánat, a látásomat vesztettem el, mert a vakságom előre haladt, amikor már egyáltalán nehéz volt megkülönböztetni a barátaimat, mivel az én vakságom az képtelenítette a barátaimat, hogy csak a hang másképp is jön fel, mint a hangjuk alapján. Tehát, és én nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát én a teremtőhöz kellett, hogy forduljak, és őt kértem, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy a barátok szeretetét képes legyek magamévá tenni a kabalából. És akkor egyszer csak felismertem, hogy a kabalán belül óriási mennyiség ember segített nekem áthaladni az úton. És akkor az emberek mosolyogtak egyet, megsimogattak, még a gyerekek is gondoskodtak rólam minden áldott pillanatban. És azt gondolom, hogy ez az igazi dolog a számomra, hogy érezzem a jóságot, hogy tudok átmenni egy úttesten, és mindig a barátaim ott voltak mellettem, és még mindig várom a lehetőséget.
és hogy minden könnyebbé váljon az életemben, és hogy vissza tudjak fizetni minden segítséget, amit kaptam. Rav itt van, nagyon sok dolog óriási örömet okoz nekem, és nagyon sok barátomat rendkívül boldog vagyok, hogy itt vagyok veletek, megérintetek engem, és remélem egyszer visszaadhatok mindent, amit tőletek kaptam. Marcos, te mindig a szívünk mélyén vagy, hatalmas erőt adtál a mi csoportunknak, és reméljük, hogy az egészségügyi állapotot javulni fog. Én például nagyon szeretem Marcost, és valóban én már jó néhány éve vagyok itt néhány baráttal együtt, és az emelkedésben, süllyedésben együtt voltunk, nagyon gyakran támogattuk egymást különböző helyzetekben, nagyon negatív helyzetekben is, és ő támogatott engem, én meg őt, és valóban óriási segítséget kaptam tőle. Én szeretném bemutatni Jorge Mofilt Guadalajarából. Nem, ez Elmerida, bocsánat, nem Guadalajara. Elmeridából. Köszönöm. Mit is mondhatnék? Mi nagyon sok évet töltöttünk együtt a mexikói csoportban. 5-6 éve tanulunk most már kabalát, és a mi egységünk, a mi barátságunk, a probléma megosztásaink, amennyire megosztottuk a problémát, amit együtt már megtapasztaltunk, ez hatalmas módon megerősítette a barátságunkat, és az én részemről nem csak, hogy barátoknak érzem magunkat, hanem a testvéremnek tartalak téged is, a többieket. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy támogatok engem a kabala tanulásban. Ez az a fajta környezet, amiben mindig éreztem, hogy növekedni tudok, és én tudom, hogy nekem egy csomó dologban hiányom van még, azonban hiszem és tudom, hogy a helyes úton vagyok, a helyes környezetben. Köszönöm, barátom, hogy itt lehetek még egyszer, és együtt el fogjuk érni a Gamal Tikunt. Köszönöm. However, I believe we're on the right path. We're in the right environment. Dol. Thank you for being my friends. Thank you for being here. And together, we will reach Gmar Tikkun. Thank you. Pero en un momento se unirá un poco más, más un momento, un poco más, un momento y
Igen, barátaim. Csak ahogy az előző barátunk mondta, mi most a világcsoportot látjuk vendégül. És az a hatalmas kaland, amikor a latin-amerikai csoport rátér az egyesített spirituális ösvényre, ami Bogotából indult, Kolumbiából, aztán Ecuadoron keresztül folytatódott, Chilén keresztül jutott el Mexikóba. És valóban minden ország, Argentinától kezdve, Panamából voltak ott, Ecuadorból barátok, és itt is itt vannak. Tehát, ahogy mondtuk, a kaland elkezdődött Kolumbiában, de nem végződött még, mert aztán jön az Egyesült Államokbeli Kongresszus, ami, ahol már az Egyesített Amerikáról beszéltünk, nem csak a Latin Amerikáról, tehát soha nem fog véget érni a kaland, mert a világcsoport folytatni fogja, és ott sem lesz vége, mert egészen a Martikunig folytatni fogjuk ezt a hatalmas menetelést. Ez a mi célunk, és ide akarunk elérni. Én egy barátot szeretnék bemutatni nektek. Ez egy hatalmas csoporttól érkezett hozzánk. És ez óriási ajándék, hogy eljött, hiszen tudtuk, hogy már attól sikeres lett, ilyen barátok jönnek ide. És valószínűleg nagyon sok meglepetés történt itt, és tehát most nem tudom, hogy mondta a nevét, de, és a várost is, de megmondom, nem tudom kiejteni. Valami Torrancinga, vagy nem tudom, mi a városnak a neve, ahonnan jött ez a srác, és itt mellettem egy hatalmas barát van ettől a csoporttól, és én szeretnék mondani nekünk néhány szót. Mi tudjuk, hogy ez egy nagyon erős egyesített csoport, és az egész Mexikó és a latin-amerikai csoport úgy kell, hogy egyesüljön, hogy ők egyesülnek. Én büszke vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Izgatott vagyok, szinte extázisban vagyok, mert nagyon hosszú út vezetett idáig, és ebben a tudományban is én már nagyon régóta haladok előre. És akkor elvesztettem azt, aki eddig tanított engem, egy nagyon fontos ember volt a számomra, aki hosszú ideje vezetett engem nagy türelemmel. És felkészített engem és úgy hagyott itt, de jó alapokat adott nekem arra, nagyon sok ötletet és elképzelést, sok leckét odaadta nekem, a helyes tudást, hogy folytatni tudjam, és szinte a családja részévé emelt engem ez az ember. És most azt érzem, hogy még jobban összekapcsolódtam vele, azáltal, hogy összekapcsolódtam veletek. És azt érzem, hogy a családom megint megnőtt mindenkivel, aki itt van. Mindenki részemmé vált. És azt érzem, nem is tudom, hogy mondjam el. Nagyon izgatott vagyok, nagyon komoly mozgás van bennem, alig tudok megszólalni. Nagyon sok ember meg szeretnék érinteni, nagyon izgatott vagyok. De szeretném elmondani, hogy ezt a hatalmas lehetőséget, amit megadott nekem a Teremtő, hogy még több emberrel tudok összekapcsolódni, még több érzéki különbözetet láthatok. Még nagyobb tudatosságot érezhetek, mint ezzel őzem bármikor. Ami most eszembe jut, azok az emberek, hogy nincsenek itt fizikailag, de érzem őt is közöttünk, mi mindannyian ismerjük őt.
soha nem hagyott el bennünket. Emlékszem arra, hogy ő imádkozni szokott, gondolom valamelyik barátjukról van szó, hogy nem szabad elvesztenünk a kapcsolatot. Nekem, tehát mindig a kapcsolatért kell imádkozni, és nem, a követ, nem csak a következőben, hanem ebben az életünkben, mert halálomig gyakorlatilag ezen fogok dolgozni, hogy kapcsolatban legyünk egymással. És nagyon sok dolog eszembe jut most, nagyon sok resimó bukkan föl, nem is tudom, hogy magyarázzam el, de köszönöm, hogy megmozdítottatok, és hogy előre haladunk együtt. Barátaim, ezen a kongresszuson minden nagyon meleg, tehát pontosan olyan azt érezzük, mint az izraeli kongresszuson, egy óriási vágyat érezzük, és az egész, tehát Alejandro Puebloból akkor légy szíves, te beszélsz egy kicsit arról, hogy milyen érzések vannak benne. Hello, kedves barátaim! Őszintén, én hálás vagyok, hogy a BNL Baruch csoportjához tartozhatom, és az árvút és a kölcsönös garancia minden nap érezhetővé válik a számomra. Én éreztem az első pillanatok ezeket a hatalmas szikrákat, amikor megérkeztem a Pueblai csoporthoz, és az adakozás, ami a cselekedetekben felmerült, hogy érezhetem ezt, és hogy minden a helyes irány felé fordulhat, és a korrekció a csoporton belül ennyire érezhető és megosztott, és miatt minden egyes pillanatban, minden egyes helyzetben megosztunk egymással mindent, amit megtapasztaltunk, köszönöm Hozé, és köszönöm mindenki másnak. Everything we share, everything we experienced. Thank you, Jose. Thank you, everyone. Akkor énekeljünk. Let's sing. Nuestra alma libre, llenaremos nuestros
Adios. Sevetta hinga mia hine mato Sevetta hinga mia hine mato Sevetta hinga mia hine mato vumanaim Sevetta hinga mia Kinematomanaim, Shevetahim gamia. Inematov, Shevetahim gamia. Inematov, Shevetahim gamia.